kimondottan a sorajművelésre koncentráltunk a mai nap, illetve a szőlőnek a zöld munkájára. Ezekhez hoztunk egépeket. Csodás helyszínen, a Balaton mellett, a Légli szőlőbirtok területén mutatta be gépkínálatának újdonságait a Vektor mezőgép Kft. Amíg az olasz Pidótól a sorajművelésre ajánlottak profi eszközöket, addig a német Freilober a szőlőzöld munkához kínál hatékony gépeket. A Freilobertől olyan gépeket hoztunk el a mai kiállításra, ami elsősorban a szőlészeknek a zöld munkában segít nagyon sokat. Három gép eszközül a csonkázó, az előmetsző és a lelevelezőgép. Az előmetszés technikailag az egy nagyon kényes művelet, hisz amennyiben a traktor gépkezelő, tehát a traktorosra van bízva a törőegységeknek a nyitása, akkor előfordulhatnak hibák. Ha a gép fel van szerelve egy automatikával, egy indukciós érzékelővel, akkor ezt a fajta hibát ki lehet küszöbölni, hisz maga a gép képes arra, hogy érzékeli a fémtámrendszert, és automatikusan kitér az adott időpillanatban. Ahogy az agrárium minden területén, úgy a szőlőművelésben is jól érzékelhető tendencia a növényvédőszerek használatának tudatos csökkentése. Erre az egyik népszerű és jól bevált megoldás a mechanikai gyomírtás. A Speedo BioSpeed például 13 pár nejlonhúrral végzi el ezt a munkát. A damilos gyomírtók egyre nagyobb szerepet töltenek be a szőlőművelésben. Jellemzően maga csak a damilok végeznek effektív munkát a szőlőben, hisz használatukból eredően kikotorják a sorajból az ott éppen nem megfelelő gyomkészletet. A damiloknak a kopására nincs ökölszabály, jellemzően az határozza meg, hogy milyen az ültetvénynek az állapota, milyen a gyomkészlet és milyen talajon használjuk. Természetesen, hogyha a talaj közeli pozíciót állítunk be a gépnek, akkor az jelentősen kopni fog. A damil hulladék esetében maga a gép konstrukciójából adódóan egy maximum 30 centi damil az, ami kerül hulladékba. A Vektor Balatonboglári gépbemutatóján nagy érdeklődés kísérte a Speedo Polaris Nettuno dupla tőközművelőt is, ami számos különféle adapterrel felszerelhető. A Speedo Nettuno gépe a legprofessionálisabb a termékcsaládba. A jelenlegi talajviszonyok mellett csak a rotofejekkel tudtuk kipróbálni. Egy nagyon érzékeny joystick vezérléssel vezérelhető gép, robusztus felépítésű, négy hidraulika szivattyúval ellátott, ezen oknál fogva nagyon sok hidraulikus kiegészítéssel felszerelhető. A Vektor mezőgép Kft. Gépbemutatóján tehát széles választékban láthattak az érdeklődők eszközöket a szőlős sorköz műveléséhez és zöld munkáihoz. További részletekért keresse fel a gyártók magyarországi kereskedőinek honlapját.